Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kedvezményes Valentin napi jóslás. Ebben a kedvezményben van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Ez a felvétel egy személyes jóslás Ariéla számára. Kedves Ariéla, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére. Bal oldalon vannak a te kártyáid, és jobb oldalon vannak az ő kártyái. Ami most itt látható bal oldalon mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első képen látható ez az ostor, és mutatja azt, hogy valami fáj neked, vagy valaki ostoroz téged. Ez lehet ez a szerelmi kapcsolat, itt vannak fájdalmas emlékek, vagy valaki megbánt téged, lehetnek viták, veszekedések. Viszont a mellette lévő kártya a nap sikerekre utal, és itt lesz egy lehetőség, egy megoldás, és egy szerencsés kiút, erre utalnak a négy levelű lóherek, ami szerencsét hoz. A nap mutatja a te fellépésedet, kisugárzásodat, életerődet, azt is, hogy kiderül a valóság. A nap utalhat az időre is, hogy nyár folyamáig szerencséd lesz, és megoldódnak a dolgok. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Az első kártyán látható ez a torony. Ezek lehetnek hivatalos dolgok, bírósági ügyek, vagy egy vállás. De arra is utal, hogy ő fogva érzi magát. Vannak félelmei. Ezen át kellene tennie magát, mert ez lenne a kiút ebből a toronyból. A torony mellett ott vannak a barátok, amire a kutya utal, és ő érdeklődik utánad az ismerősöknél, és ez a virágcsokor szimbolizálja a te szépségedet, nőiességedet. De ennek a virágcsokornak más jelentése is van, utal egy meglepetésre, egy ajándékra, egy meghívásra, és ezt ő tervezi. Ez a virágcsokor május hónapra utal, és májustól lesz egy ilyen baráti közeledés. Később persze lehet ebből egy szerelmi kapcsolat is. De visszatérve a középső kártyára, a kutyának más jelentése is van, és utal a hűségre. Az jelentheti azt, hogy hűséges hozzád, akkor is, ha még együtt van ezzel a hölgyel, nincs köztük testi kapcsolat, de azt is jelentheti, hogy ő megígérte ennek a nőnek, hogy hűséges marad hozzá. A következő kártyák majd mutatják azt, hogy így lesz-e, vagy várható-e változás. Most megtekintjük azt, miről kellene elgondolkoznod, mert ez fog bekövetkezni a közeljövőben. Ott fent bal oldalon láthatod az utakat, amikor a sors utak kereszteződnek. Ez a találkozás vele nem volt véletlen, és a sors utatok újra kereszteződni fog. Ez a kereszteződés jelenti a döntéseket is, amikor az élet útunkon egy ilyen kereszteződésnél vagyunk, és elgondolkozunk azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Mivel ő
Ez a férfi is látható ott fent, ő fog döntéseket hozni. Ez a kulcs azt jelenti, légy magabiztos. Bíz ebben a férfiban, bíz ebben a szerelemben, és bízzál abban, hogy ő okos döntéseket fog hozni. Ezzel a kulccsal ő lezár valamit, bezárja az ajtót. De ezzel a kulccsal ki lehet nyitni valamit, utal a nyitottságára, és egy új kezdetre köztetek. Most megtekintjük azt, miről kellene neki elgondolkodnia, mi vár rá a közeljövőben. Ott fent jobb oldalon ez a kasza azt mutatja, hogy ő válni fog. A kasza alatt ott van a torony, ami a bíróságot is jelentheti. Nekik rendezniük kell az anyagiakat, mert a kasza mellett ott vannak a halak, és az a pénzügyi dolgokra utal. A halak mellett a madarak szimbolizálják a beszélgetéseket. Tehát ő a közeljövőben ezt mondani fogja, hogy el akar válni, és az anyagiak lesznek a középpontban, mert azt kell nekik rendezniük. Most megtekintjük a te titkaidat, vagy azt, amire nem figyelsz oda, vagy azt, amit titokban kellene tartani, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, nem érezhető, ez is egy nagy titok, a te titkaid. Lent bal oldalon látható ez a kígyó. Ez jelentheti a megújulásokat. A kígyó mellett ott van a hold is, ami jelenti az álmaidat, a vágyaidat, és ezt te megkapod. Látható a szív is, ez a férfi szeret téged, visszatér hozzád. Ez a kígyó jelenthet egy hölgyet, aki figyel benneteket, hogy milyenek az érzelmeitek, mi történik a szerelmi élet területén. És most megtekintjük az ő titkait, vagy azt, amire nem figyel oda, vagy azt, amit eltitkol előled, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, tehát ez is egy nagy titok, az ő titkai. Az első képen, ott lent jobb oldalon láthatóak a gólyák. A gólyák változásokat jelentenek, gyakran költözködést. Mivel a gólyák mellett ott van a ház is, ez így lesz, hogy a későbbiekben ő el fog költözni. Aztán a medve mutatja az ő erejét és a bátorságát. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Ami összeköt benneteket, azt mutatja a lilium ott fent középen. Utal az ártatlanságra, a tisztaságra. Azt is jelenti, hogy tisztázódik valami kettőtök között. A Lenormand kártyánál a lilium jelenti a testi kapcsolatot is. Tehát ez be fog következni. És visszatérve a kutyára, megadja a választ, hogy ő hűséges hozzád. És most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a te énedet, a te fellépésedet, a te kisugárzásodat. Ha az életet úgy tekinted, mint egy színdarab, akkor a nap mutatja neked itt, te játszod a főszerepet. A te napod a halak jegyében van az indiai számítás szerint. A halak jegye a víz eleméhez tartozik. Itt érzelmekről van szó.
De ebben a csillagképben két hal van, két irány. Az egyik mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik irány pedig a bizalom, a hit, a szeretet. És ha ebbe az irányba tekintesz, akkor egy álom megvalósul. A napod a Reváti holtházban van, ez az utolsó holtház, és azt jelenti, hogy amit te elképzelsz, amit te tervezel, amiről álmodozol, azt eléred. Az ő horoszkópjában a nap a bak jegyében van, az indiai számítás szerint. A bak jegye a föld eleméhez tartozik, itt reális dolgokról van szó, és a két jegy között megvan a harmónia, mert a te víz elemed és az ő föld eleme harmonizál egymással, ugyanúgy, mint ahogy a természetben is látjuk, a földnek szüksége van vízre, szüksége van esőre. Így megvan köztetek ez a segítség, ez a harmónia. Az ő napja a bak jegyében van, és most ott nagyon sok minden történik ez évben. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Te őrzi a kármikus témákat is. Szaturnusz bolygó az indiai számítás szerint ez évben a bak jegyében mozog. Tehát kihat rá. Lesznek sorsdöntő változások. Plutó bolygó is itt mozog a bak jegyében, ő lezár valamit, lesz egy új kezdet, és egy ideig itt van még Jupiter bolygó, aztán év végén visszatér Jupiter bolygóhoz számára szerencsét, de utalhat bírósági dolgokra is. És most áttérek a hold energiájára. A hold szimbolizálja az érzelmeket, a vágyakat, reményeket, álmokat. A te horoszkópodban a hold a rák jegyében van. A hold uralkodik a rák jegye felett, itt jól érzi magát. Te egy ilyen növekvő holt fázisban születtél. A rák jegye a víz eleméhez tartozik, tehát a víz eleménél érzelmekről van szó. Nálad megvan ez az érzés, ez a belső hang, hogy mindig a megfelelő időben a megfelelő helyen legyél. Az ő horoszkópjában a hold az ikrek jegyében van, ő röviddel egy teli hold nap előtt született egy növekvő hold fázisban. Mivel az ikrek jegye, ahol az ő holdja van, és a rák jegye, ahol a te holdad van, ez szomszédos jegy, és így érezhető, megvan a közelség, megvan a bizalom, mint jó szomszédoknál. Az ő holdja az ikrek jegyében a levegő eleméhez tartozik, nála fontos a szabadság érzete, a levegő eleme, ez a könnyűség. Most áttérek Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó szimbolizálja a szépséget, a harmóniát, a művészeteket, és nálunk, hölgyeknél a nőiességet. A férfiaknál utal jó ízlésre, a művészetek területére, és azt mutatja a horoszkópban, hogy mik az elvárásai a párkapcsolat területén, mit vár el a lelki társnőjétől. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a vízöntő jegyében van,
az jelenti, hogy te különleges vagy, mint hölgy, nem olyan, mint mások. A vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, ez utal erre a könnyűségre. De arra is, hogy kreatív vagy, vannak jó ötleteid. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a halak jegyében van, megvan a tehetsége a művészetek területén, és ő romantikus, álmodozó, de mutatja az elképzeléseit is, számára kell egy hölgy, aki titokzatos, aki álmodozó. A kettőtök Vénusz bolygója között megvan a harmónia, mert a jegyek szomszédok. A vízöntő jegye mellett van a halak jegye. Itt megvan ez a közelség és bizalom, mint jó szomszédoknál. És most áttérek Mars bolygó energiájára. Mars bolygó utal a mi erőnkre és bátorságunkra. Ez megvan nálunk hölgyeknél is, mert ezzel az energiával tudjuk védeni magunkat, ezzel tudjuk bebizonyítani magunkat az életben. Mars bolygó, és ez a Mars energia, ez egy férfias energia, a férfiak horoszkópjában mutatja az erőt, a bátorságot és a férfiasságot. A te horoszkópodban Mars bolygó a bika jegyében van, te nem túlzod el a dolgokat, megvan a nyugalom nálad. Rahu, az a felfele mozgó hold csomó, egy kármikus csomó. Utal egy új irányra, egy új életterületre, új lehetőségre, arra, amit nem ismersz, de szükséged van rá. Ez a hold csomó mozog, és idén, sőt jövő év márciusáig, Ráhu, ez a felfele mozgó hold csomó a bika jegyében mozog. Itt lesznek idén nálad kármikus témák, új irányok, új lehetőségek, új kapcsolatok. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a halak jegyében van, ugyanúgy, mint Vénusz bolygó nála, és a te horoszkópodban a nap van a halak jegyében, így van köztetek ez a kapcsolat. Az ő horoszkópjában a Mars, mint mondtam, a halak jegyében van, a halak jegyénél érzelmekről van szó, ő nehezen tudja bebizonyítani magát. Mert keres egy kiútat, nem akar kellemetlenségeket, ő nem szereti a vitákat és a veszekedéseket. Ami viszont számára előnyös, hogy ő be tudja fektetni az erejét a művészetek területére. Ami a kapcsolatot illeti a két Mars bolygó között, a te Mars bolygód a bika jegyében, az ő Mars bolygója a halak jegyében harmonizál egymással, mert a föld eleme és a víz eleme barátságban áll. Kedves Ariela, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!